együttműködési megállapodást kötött a magyar és a német légierő. A megállapodást február 5-én írta alá Kilián Nándor dandártábornok, a Magyar Honvédség parancsnokságának légierő haderő nem szemlélője, és Ingo Gerhards altábornagy, a német légierő parancsnoka a fővárosban. Az együttműködési megállapodás aláírásakor Kilián Nándor dandártábornok elmondta, a kapcsolat nem most kezdődött a német légierővel, de szeretnék ezt erősíteni, új szintre emelni. Emlékeztetett, Németország komoly segítségére volt Magyarországnak a NATO-hoz való csatlakozás idején, így a partneri viszony nem új egyik félnek sem. Ugyanakkor a jelenlegi biztonsági helyzet és a szövetség érdekei is azt kívánják, hogy az együttműködés szorosabb legyen. Az együttműködéseknek több területe van. A jelenlegi biztonsági helyzet azt diktálja, hogy ezek az együttműködések sokkal mélyebb kapcsolati szintekre kerüljenek. Ezáltal részleteiben sokkal jobban együtt tud működni a két légierő. Több terület van, van a légvédelem területe, van olyan terület, ami a légiszállításokat érinti, a parancsnoki együttműködési szinteken szintén.